Pest Erzsébet evangélikus ifjúság elhatározta, hogy az 1000 éves Magyarország tiszteletére 1000 kilométert tesz meg kerékpárral egyháztörténeti utakon. A kerék föltalálása igen erőteljesen hatott a világtörténelemre, így az egyháztörténetre is. A keresztjén misszió az utakon történt. A magyar protestáns egyháztörténet is nagy utakat tett meg Wittenbergtől Sopronig, Budáig, sőt Brassóig. Ezért szállunk kerékre, sőt kerékpárra, gördülünk autó- és vonatkerekeken. Tapossuk a pedált. Érezzük izmainkban az ellenszél és a meredek dombok ellenszegülését. A hit akadályokat, sorompókat leküzdve időben érkezik a bizonyságtétel helyszíneire. Első túránkkal a Kisalföld artikuláris helyeit keressük föl. Kiinduló állomásunk Celdömölk. A reformáció tanai a királyi Magyarországra a német ajkú művelt kereskedők és diákok által jutott el. A mai Dunántúl területén már 1518-ban, pár hónappal a 95 tétel kiszegezése után ismertek voltak Luther vita iratai. 1524-ben a soproni eretnek nyomozás megállapítja, hogy már nem csak a papok, hanem a nemesség és a köznép körében is elterjedtek a reformáció tanai. Borkimélésekben felolvasásokat tartanak. 1530-tól kezdik meg a Wittenbergben tanult magyar reformátorok munkásságukat. Közülük legjelentősebb Dévai Bíró Mátyás, a magyar Luther, aki később vértanúként hal meg. Működésük hatására tömegek hagyják el a katolikus egyházat Körmenden és Celdömölkön, az akkori Nemesdömölkön is, de a katolikus templomban tartják továbbra is az istentiszteleteket. A hivatalos üldözés már 1521-ben megkezdődik. Az évszázadokon át húzódó protestáns üldözés első enyhülete 1681-ben kezdődött, mikor törvénycikkelyekbe, azaz artikulusokba foglalták azon a helységek neveit, ahol építhettek a protestánsok templomot. E törvény Nemesdömölköt is artikuláris helynek nyilvánítja. Itt épül meg a nemes lelkű földesurak jóvoltából a mai templom elődje. Környező települések felé kerékpározunk. A helységek őrzik a földbirtokosok neveit. A gyülekezetek története pedig arról tanúskodik, hogy helytelen az a történelem szemlélet, miszerint a földesurak mind népnyúzó kizsákmányolók lettek volna. Kemenes Mihály falakossága a plébánosával együtt elfogadva a luteri megújulást evangélikussá lett. Ostfi, Vidos, Berzsenyi, Dömölki, Ajkai, Noszlopi, nemesi családok támogatásával 1695-ben itt alakult meg a Kemenes Aljai Egyházmegye. Régi templomukat 1732-ben fegyveres erőszakkal vették el a katolikusok, így a türelmi rendelet idején még Celdömölkre jártak a hívek. Csak 1837-ben emelhettek saját templomot, melyhez később két tantermes iskolát és tanítói lakást is építettek. Itt most nagyon jól látjátok azt, hogy a szószék kerül a középpontba. Az oltárasztal már az úrasztalához hasonlít teljesen, már nincs is oltárkép, csak szimbólumok vannak, és maga a szószéket oda tették. Még ezen az alföldi tájon is találunk dombokat, melyek keservesé teszik a pedálozást. Mm.
hat évvel a reformáció után feljegyzéseket olvashatunk Ostfi asszony fán szolgáló evangélikus lelkészekről. Az 1523-ban hozott törvény kimondta, Luterani omnes comburantur, a luteránosok mind égettessenek meg. Az Ostfi asszonyfai gyülekezet leggyászosabb évtizede azonban 1671-től vette kezdetét. Első Lipót császár a luteránusok kiirtását tűzte ki céljául. Az üldözött Szenci Fekete István püspököt Ostfi Miklós Ostfi asszonyfai várában bújtatta. Amikor ezt megtudták, felszólították Ostfit, adja ki! Ő erre azt válaszolta, készebb vagyok jószágaimtól és fejemtől megválni, hogy sem feketét elküldjem, mivel religióm ezt hozza magával. A császári sereg ostrom alá vette, és lerombolta a várat, a kastély és a templomot is. A püspök elmenekült, de később elfogták. 100 esztendővel később, a türelmi rendelet alatt Celldömölkre jártak, majd a szomszédos Csönge filiája lett a falu. Csak 1917-ben építik meg jelenlegi templomokat, melynek különlegessége az ereklye tartó. A 20. század elején több evangélikus templomban megtalálható bútorzat arra utal, hogy az oltárt a mester katolikus mintára készítette. Ez itt egy szentségtartó, ami kevésbé jellemző az evangélikus templomokra. Az úrvacsorai eszközöket régen itt tartották. Tábla őrzi emlékét az evangélikus Petőfi Sándor 4 hónapos itt tartózkodásának, aki nyaralása alatt a szomszédos faluba, utunk következő állomás helyére is ellátogatott. A Rába fölött hírível, így könnyen átkelhetünk a gyors folyású folyón, hogy időben megérkezzünk. Bringás üdvözléssel köszöntjük első szálláshelyünket, ahol Mennyes Gyula lelkész ismerteti velünk a gyülekezet történetét. Templomunk több mint 200 éves, a türelmi rendelet után 3 évvel, tehát 1784-ben épült, és olyan hamar, hogy még abban az évben, amikor elkezdték, abban az évben advent első vasárnapján fel is szentelték. Nagyon sok falu tartozott ehhez a gyülekezethez, itt a környéken. Itt építették fel ezek a községek a közös templomokat. Az idősek még emlékeznek arra, hogy feketé lett a Jákfai út a sok evangélikustól, ahogy vasárnaponként jártak ide istentiszteletre. Egyszer felmértük a templomot, hogy eredetileg körülbelül hány ember férhetett el, és hát körülbelül 700 férőhelyes volt a templom. Vannak olyan padok, olyan székek, amelyek lenyithatók még, és még az idősek emlékeznek arra, hogy akkor is álltak az emberek, amikor zsúfolásig megtelt a templom. Az oltárkép Keresztelő Jánost ábrázolja, az ujjával mutat fölfelé a szószékre, és a szószék mögött látható Jézus. A szószék két oldalán a reformátoroknak a képei, Luther és Melanchthon látható, és az ő képeik fölött pedig egy szép kis versecske, amit valószínűleg a gyülekezet valamelyik tagja fogalmazhatott, amely a türelmi rendeletre utal. Ugye második Józsefet dicsőíti egy picit, és ezeket a betűket, a kiemelt betűket, hogyha összeolvassuk, akkor kijön belőle az 1784-es dátum római számokkal. A türelmi rendelet arról szólt, hogy falu végére kell építeni a templomot. Torony nélkül nem nyílhat utcára a bejárata, hogy ne foglaljon el központi helyet a falu életében. És ez ennél a templomnál is jól látható. Akkor, amikor építették a templomot, akkor még nem volt parókia, tehát lelkészlakás,
és ezért hozzáépítették a templomhoz a lakást, a lelkész lakását, tehát az oltár mögött van egy, gyakorlatilag azt lehet mondani, egy emeletes lakás, konyhával, pincével, kéménnyel, és két szobával és egy előszobával. A templom mellett közvetlenül található a temető, és ez tulajdonképpen azt is jelképezi egyfajta keresztény reménység, hogy ők ide tartoznak, csak már nem ehhez a fajta gyülekezethez, hanem ahhoz a gyülekezethez, amely már színről színre látja az Úristent. Három lelkész nyugszik itt a legrégebbi sírban, Döbrentei Lajos, és az ő fia, a híres Döbrentei Gábor, a Tudományos Akadémia titkára volt, jó barátja volt Petőfi Sándor, és amikor itt töltött egy nyarat Ostfiasszonyfán, akkor ők többször is találkoztak, meglátogatta Petőfi Döbrentei, és akkor egy éjszakát itt töltött ebben a templomban, illetve hát a templomhoz kapcsolódó lakásban. Az ódon falak között, mint annak idején Petőfinek, nekünk is édes az alvás, mely sokunk számára zsongó egyház történeti álommal párosul. A reggeli tisztálkodás tábori körülmények között történik, majd az egynapos tekerésre való energia fölvétele következik. Nagyon korán elkezdődött a keresztény egyházban a harangozás, de külön építették eredetileg a harangtornyokat, kampaniléknek nevezték latinul ezeket. Sok helyen látni ilyeneket, ezek viszont már a későbbi korszak, tehát közel másfél ezer évvel később épültek külön. Például éppen a türelmi rendelet előtti időket járjuk be, ahol a templomokat nem volt szabad toronnyal építeni, ott általában előfordul, hogy külön van a torony, külön van egy harangláb, egy kampanilé. Egyébként a templomokon is látszik, hogy utólag épült hozzá. Egy ilyen kampanilé mellett állunk itt most, Tompaládonyban. Menjünk tovább! A Nagygeresdi Egyesség 1833. május 15-én köttetett meg az evangélikus felekezet és a reformátusság részéről, hogy a kölcsönös szeretet és a bizalom erősítessék a két felekezet között, és megegyeztek a szószék közös használatáról. Geresdnek 10 filiája van, 10 szorvány gyülekezete, és azokban is szolgálok nagy örömmel, és nem érzem a fáradtságot, és mindig örömmel megyek a szorvány gyülekezetekbe, hogy ők ott várnak engem azért, hogy elvigyem az Isten igéjét. Az örömhírt, az evangéliumot. És amikor haza szoktam jönni, akkor leülök ide, elénekelem az ágyadén lelkem a dicsőség örök királyát. Itt vezet el az utunk a Kisalföldön egy búzatábla mellett. Itt a föld szélén rettenetes sok mag van elszórva, de mindenképpen igaz a Szentírás, hogy az aratnivaló sok itt a Kisalföldön is, és a munkás kevés. Az emberi hanyagság következtében elszórt gabona Isten pazarló bőségét juttatja eszünkbe. Ő nem szűk markú. Az ima, az ige hirdetés nem hallgat el. Nekünk is részünk van benne. Amikor az a kérdés felmerül bennünk, hogy mi hogy kerülünk egyáltalán erre a túrára, hogy kerülök én magam ide ebbe a templomba, hogy kerültök ti erre a vidékre, és látogattok meg néhány fontos falut, várost, akkor a válasz itt van, Isten az övéit már a világ teremtése előtt kiválasztotta. Sokkal mélyebben van beleágyazva a mi életünknek a startja, pusztán annál, hogy megszületünk, megtérünk, hitre jutunk, mélyebbre nyúlnak vissza a gyökerek. Ez aztán erőt is adhat nekünk, hogy Isten mielőtt még ezt az egész világ mindenséget megformálta, mielőtt még emberi települések létrejöttek volna, mielőtt még az evangélium hirdettetett volna, már bennünket, akik az ő gyermekei vagyunk, kiválasztott. Ezt az emléklapot a Kerékpározó Ifjúsági Kör nevében szeretnénk átadni, sok szeretettel. Köszönjük szépen! Thank you.
Récelapról Vadosva felé tartva, most éppen Beleden vagyunk, itt is megnézzük az evangélikus templomot. Ebben a templomban volt lelkész Gyurács Ferenc, a későbbi dunántúli püspök, akinek szívügye volt az evangélikus szellemű tanítás, nevelés. Ő alapította a kőszegi leánynevelő intézetet is. Imakönyvek, Luther fordítások, egyetemes ágenda, Luther és Gustav Adolf életrajz, a szabad könyvesség leleplezéséről szóló írása utalnak szerteágazó irodalmi tevékenységére. Mindamellett énekszerző is volt. A dunántúli énekeskönyvbe 10 éneke került. Gyurács Ferenc emlékére a Pest Egyetemi Ifjúságtól. Ellenszélbe kell folytatnunk ezt az utat. Ez nagyon sokszor jellemző volt itt az ellenreformáció idején, hogy a gyülekezeteknek ellenszélben kellett küzdeniük. Mi most elmegyünk egy olyan gyülekezetbe, amelyik különösen is sokat szenvedett, Vadosfára megyünk, ahol fölkeressük Böröcz Sándor bácsit, aki a későbbi időszaknak is az ellenszelében volt. Hajtsunk tovább! A Vadosvai Evangélikus Gyülekezet nem csak arról híres, hogy artikuláris gyülekezet, hanem 1751-ben itt volt az úgynevezett vadosvai vallás zavargás. Abban az időben Vadosva szintiszta evangélikus község volt, nem csak 94-en laktak benne, mint ahogy a mai napon, hanem 250-300 fős kis falu volt, és azon a helyen, ahol most a katolikus templom áll, tulajdonképpen egy akkora területet, mint a mai katolikus templom, birtokolt egy mihályi katolikus földesúr. Az evangélikusok bosszantására elhatározta, hogy egy katolikus kápolnát épített ide. 1751. augusztus 20-án, Szent István ünnepén akarták felszentelni ezt a kápolnát. Méghozzá nem is csak a mihályiak, hanem a környékbeli összes plébános eljött erre az ünnepre. Azzal fenyegetőzött a katolikus nemesség, illetve a katolikus egyház, hogy nem csak felszentelik ezt a kápolnát, hanem fegyveres katonasággal jönnek, és az evangélikusoktól elveszik ezt a templomot, illetve ennek a templomnak az elődjét, és az evangélikusokat átkényszerítik a katolikus vallásra. Ennek a hírét meghalva a 60 falu evangélikussága élő láncként vette körül az egész falut, kaszákkal, kapákkal és egyéb dolgokkal felfegyverkezve várták a katolikusokat. Természetesen ők se ünneplő ruhába érkeztek, hanem nekik is voltak hasonló szerszámaik. Először csak szép szóval próbálták az evangélikusok lebeszélni a katolikusokat a tervükről, aztán kicsit már keményebben is, aminek a vége az lett, hogy igen nagy csetepati tört ki az evangélikus és katolikus hívek között, és bizony addig fajult a dolog, hogy az evangélikusok több falun keresztül kergették őket, hogy ne bántsák a vadosvai evangélikus templomot. Ezeknek a templomnak érdekessége az itt Vadosfán, hogy külön van a bejárat föl a karzatra, oda megyünk most föl. Eredetileg nem lehetett a protestáns templomokban harangtornyot építeni, és így harang se volt. Most ezt a nagyon szép angol harangot én megszólaltatom, itt kézzel harangoznak mindig, utána Vera megtanítok téged is arra, tehát a harang húzásán arra kell vigyázni, hogy kicsit bejáratjuk a harangot, elkezd lengeni, és a lefelé jövő fázisban meghúzunk. Nagyon kicsit kell már csak állítanunk, mert csak egyet szabadett volna ütnie. Európában nagyon sok helyen harangoznak, keresztény templomokban a déli harangszót,
és három verszakot kéne igazság szerint harangozni, és sokan nem tudják, hogy ez a magyar történelemhez kötődik, tudjátok? A Nándor-Fehérvári diadal, a törökök feletti diadal emlékére. Ilyenkor a régi emberek azt mondták, ha harangoznak, hogy Isten velünk. És megtanulhatjátok, ahányszor harangszót hallasz, mondd azt, hogy Isten velünk. A nagymamámtól tanultam egy régi imádságot. Ha megszólalt a harang este, akkor megállt a munkával, összetettük a kezünket és elmondtuk. Est harangszó odafenn, vajon tudod-e mit üzen? Azt kérdezi, hová haladsz, itt a földön meddig maradsz. Végeim a napnak is már, az idő mi hamar eljár. Éltet felől még az éjjel, számolnod kell az Istennel, legyen tehát arra gondod, menj be, legyen örök jussod. Ámen. A nagy katedrálisokban a középkor végén volt, hogy 10 ember is fújtatott egy-egy nagyobb orgonán. Az égfúvó, a pedál meghajtás, ez volt jellemző egészen az orgonamotorok villamosításáig, az orgonák villamosításáig. Nekünk kerékpárosnak természetesen ez a kis fújtatás nem olyan nagy dolog. Minden esetre nem csak a kántor játszott, hanem valakinek, általában harangozónak vagy gondnoknak fújtatnia kellett. Hallgassuk az orgona gyönyörű hangját. A gyönyörű orgonadarab után most ismét pedálozunk és továbbhajtunk. Meglátogatjuk Vörös Sándor bácsit. Erős várom Istenünk, nagy tiszteletű Vörös Sándor lelkész urat keressük. Az nincsen, van Sándor bácsi, az egész világnak Sándor bácsi. A világ legboldogabb emberét látják itten, mert élek. Nekem, hát én szeretnék minden reggel föl, a fölhőkig vagy a csillagokig emelkedni és leprédikálni az embereket. Emberek, itt látni a világnak a legboldogabb emberét, mert él. Sándor bácsi 1946-ban egy volt hortista katonatisztet szállásolt el. Ezért az ávosok elvitték, hónapokon keresztül brutálisan kínozták, majd átadták az oroszoknak. A szovjet katonai törvényszék 100 év munkatáborra ítélte. A szibériai Vorkutában 6,5 évig egy szénbányában dolgoztatták, majd Sztálin halál után pár évvel meggyötörve hazakerült, de nem lett szabad. További börtönök és kínzások után 1956-ban szabadult, de lelkészként többé nem szolgálhatott. Sőt, évekig semmilyen munkát sem vállalhatott, büntetett volt amiatt. Sándor bácsi hite azonban töretlen maradt. ...51. éve, hogy innen kivitták a templom mellől. Akkor akik látták, hogy hogyan visznek, és sem én magam nem gondoltam volna arra, hogy én még vissza is jöhetek, hogy még viszont láthatom hazámat, a templomot és a feleségemnek a szülőházát, ahonnan elvittek. És pontosan 10 év múlva, 1958-ban saját lábomon jöttem be az állomásról. Kicselekedte azt. Most az idén van az 50 éves elítélési évfordulóm, itt van eredeti orosz nyelven és eredeti magyar fordításban a két oklevél, a legfelsőbb szovjet katonai törvényszék Vörös Sándor rehabilitálta. Reggel, amikor fölébredik, akkor hálát adok a világért, az egyházért, az emberiségért, az Istennek. Este, amikor állom rajtam a fejemet előtte, megköszönöm a napot, és kérem, hogy a jó Isten ebben az űrzavaros gyilkos szellemű magyar földön is állítson őrangyag minden elalvó gyermeke ágyához, és legyen velük a földirradásig is.